Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az első őszi, szeptemberi kispadot látják! A mai kispadban beszámolunk a Sportegyesületek Országos Szövetségének Dunaújvárosi üléséről. Hazai pályán játszott felkészülési mérkőzést a DKK együttese, a Dépase rangadót nyert a Pécs ellen, valamint a városunkba látogattak a jövő bajnokai. Ne menjenek sehova, rögtön kezdünk! A felkészülési időszak eddigi legnehezebb mérkőzése várt a DKK együttesére. A dunaújvárosiak az egyik legerősebb magyar csapatot, a Ferencvárost látták vendégül. Az első 10 percben a hazaiak diktálták a játék iramát, ezt követően azonban védekezést váltott a Fradi. A formációváltás nem ízlett a dunaújvárosiaknak, és a félidő végére 5 gólos hátrányba kerültek. A második játékrészben sem változott a játékképe, állandósult a két csapat közti különbség. A mérkőzés hajrája túl sok izgalmat nem hozott, a fővárosiak magabiztosan őrizték előnyüket, végül 32-26-ra megnyerték a találkozót. Most már egyre jobban megy, persze még össze kell szoknunk, de ez sikerülni fog. Láttam, hogy mindenkit kipróbált szinte a mester, ez milyennek ítéled ez? Hát persze mindenkit kipróbál, hogy bajnokságra mindenki ott legyen. Azt gondolom, hogy ti vagytok az a csapat, ahol számos olyan játékos van, aki meccsről meccsre lesz jobb. Mit gondolsz? Ez így van, de mindenki próbálja a legjobbat nyújtani. A Kohász másodedzője György László kiemelte. Van még miben javulnia a gárdának, különös tekintettel igaz ez a védekezésre. Úgy gondolom, hogy összességében nem volt rossz. Egyetlen egy olyan momentum volt ugye a védekezésünk, ami elég szellős volt, sok gyorsindításos gólt kaptunk, illetve betörésből is sok gólt kaptunk, tehát szellős volt a védekezésünk, a támadójátékunk biztató volt. Én azt gondolom rólatok, hogyha ti itt a háztömb körül rendeztek egy futóversenyt, azt is meg akarjátok nyerni. Most csalódottak vagytok? Nem, egyáltalán nem. Aki tudja, hogy az elmúlt napokban, hetekben mi dolgoztunk, akkor ez várható volt. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, elfáradtunk egy picit a 15. percbe. Ebből voltak a gyorsindítások, a támadásunk, ott egy picit elhamarkodottak voltak, de még egyszer mondom, összességében elégedettek lehetünk a mérkőzés végeredményével. Csak a közhelyeket tudjuk pufogtatni, de én azt gondolom a csapatnál építkezés folyik, és ennek egy lépcsője volt ez. Természetesen mindenféleképpen azt hozzá kell tennem, ugye, hogy foghiasan is tudtunk játszani, betegségek és sérülések tizedelték most a csapatunkat, de vissza tudok kanyarodni ahhoz a mondandómhoz, hogy a támadójátékunk az elfogadható volt, a védekezésünk az hadilábon állt, látványos védekezési hibák voltak, ezen a következőkben mindenféleképpen javítanunk kell, agresszívebben kell védekeznünk. Bízunk benne azért, hogy a sérültek felépülnek, és azok sokat tudnak majd ezen segíteni a védekezésünkön elsősorban. Elek Gábor a vendégek vezetőedzője elégedett volt a látottakkal, és hasznosnak ítélte a felkészülési mérkőzést. Tehát nekünk minden a mérkőzés, ahol jó csapat ellen tudunk játszani, és azt gondolom, hogy nagyon jó csapat ellen tudunk játszani, ez nagyon hasznos. Én remélem, hogy az Újváros is így gondolja, hogy hasznos volt számukra. Én nagyon örültem neki, hogy egy ilyen jó, azt gondolom, hogy egy éles mérkőzést tudtunk játszani, tehát ilyen elég kemény volt a meccs, mert én azt gondolom, hogy ennek van értelme. Kicsit kísérletező jelleggel volt a játék. Hát természetes, persze, hát ilyenkor még ebbe az időszakban ez mi csinálnánk másképp. Hát persze itt mindenkinek megadtuk a lehetőséget, mindenki játszol, mindenki pontosan egy ember kivételével. Én teljesen elégedett vagyok vele, még akkor is, hogyha elég hullámzó volt szerintem mindkét oldalon a teljesítmény, de hát ez még ennek az időszakát éljük most. Kicsit irigykedhetünk, hiszen évek óta azért a Fradinak a magja egyben van. Hát erre azért elég nagy figyelmet fordítunk, hogy nem vagyunk hívei annak, hogy itt folyamatosan borogassuk itt a játékos összetételt. Tehát igen, én azt gondolom, hogy azok, akik itt az elmúlt időszakban vitték ezt a csapatot, annak azokra továbbra is számítunk, és hát ugye továbbra is zömében magyar játékosokban, bár ugye most már végre a két olimpiát megért játékosunk is csatlakozott hozzánk, hát ez labdásedzés nélkül szálltak most be, még nem tudtunk labdával dolgozni, de hát ahhoz képest szerintem elég jól mozgott mind a kettő. Úgyhogy mondom,
mondom, én nekem nagyon-nagyon örülök annak, hogy tényleg egy jó mérkőzést tudtunk játszani. A felkészülési időszaknak ezzel nincs vége. A Kohász ezt követően szeptember 7-én a Győr, 10-én pedig a horvát Szeszvet ellen lép pályára. Az első ilyen rendezvény, a mai elnökségi ülés az Dunajvárosban lesz megtartva. Mátyás Gábor a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnökségi tagja nyitotta meg a szervezet elnökségi ülését megelőző sajtótájékoztatót. A rendezvényen részt vett Dolcs Tamás, a SOSZ elnöke, valamint Izsák Máté sportbizottsági elnök, továbbá Szepesi Attila, alpolgármester is. Dolcs Tamás beszámolót tartott az eddig elvégzett munkáról, valamint a következő időszak feladatairól. Kiemelte Dunaújváros meghatározó sportban betöltött szerepét, valamint egy új támogatási rendszer elindítását, amely főként kis- és középegyesületeket segít. Köszönöm szépen elnök úrnak a lehetőséget. Én is hadd ismételjem meg, hogy ez egy közös elhatározásunk volt, hogy most ősztől havonta, másfél havonta nem Budapesten, hanem az ország legkülönbözőbb pontján tart majd a Sportegyesületek Országos Szövetsége elnökségi ülést, és ennek a sorozatnak az első állomásaként kerül sor itt a SOSZ elnökségi ülésére Dunaújvárosban. Szerintem, aki egy kicsit is érdeklődik a magyar sport eseményei iránt, és nem kell olyan nagyon-nagyon öregnek lenni, mint amilyen én vagyok, de mondjuk akár csak az elmúlt 10-15 évben figyelte szinte bármely sportágban a magyar sport eseményeit, eredményeit, az jól tudja, hogy Dunaújváros minden sportbeli vagy gazdasági nehézség mellett is a magunk mögött hagyott évtizedekben továbbra is meghatározó szereplője volt a magyar sportnak. Nagyon-nagyon sok sportágban a komoly sikereket hozó nemzetközi eredményességünk, a Dunaújvárosi Sportegyesületek, az adott sportág Dunaújvárosi sportolói nélkül nem lettek volna elképzelhetők, és most engedjék meg, hogy önkényesen csupán a jégkorongot vagy a kézilabdát emeljem ki, ahol a magyar nemzeti válogatottak, akár a felnőtt, akár a korosztályos válogatottak sikerei az elmúlt másfél évtizedben Dunaújvárosi sportolók, Dunaújvárosban tevékenykedő edzők, egyesületi vezetők, szakemberek nagyon sikeres tevékenysége nélkül nem lett volna elképzelhető. És én úgy látom, erről is beszéltünk alpolgármester úrral, hogy az az egész országban, valamennyi nagyvárosban, megyei jogú városban megfogalmazott program, a Modern Városok programja, ami nagyon jelentős városi fejlesztéseket tesz lehetővé, Dunaújváros esetében is. Ha jól emlékszem a beszélgetésünkben, az elhangzott számokra ez 32 milliárd forintnyi kormányzati segítséggel megvalósuló fejlesztés Dunaújvárosban, aminek több mint 10%-a. 4-4,5 milliárd forintnyi fejlesztés Dunaújváros sportját, versenyszerű sportját, szabadidősportját fogja szolgálni. Ez azt mutatja, hogy a magyar sport jó irányban halad. Visszaigazolta annak az európai összevetésben is rendkívül nagy léptékű sportfejlesztési programnak az indokoltságát és megalapozottságát, aminek a kidolgozásához és végrehajtásához 2010-ben volt módja a magyar sportnak hozzákezdeni. Ennek minden eleme a kötelező iskolai testnevelés, a mindennapos iskolai testneveléstől kezdve a létesítményfejlesztésig, TAO, 16 kiemelt sporták, napestig lehetne sorolni ezeknek a fejlesztéseknek az eredményeit. Másrészt még ebben az évben, a 2016-os évben útjára indulhasson egy új sportfejlesztési program, amely sportfejlesztési programnak a címzettjei, a támogatottjai, az országban működő közepes és kis egyesületek. Az oka ennek a programnak az, hogy a megyei jogú városokban működő egyesületek elsősorban a megyei jogú városok támogatásának köszönhetően, a középvárosokban működő egyesületek a középvárosi önkormányzatoknak támogatásának köszönhetően, a főváros 6 meghatározó sportegyesülete kormányzati támogatásnak köszönhetően összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben végezheti a munkáját. Azonban a legszámosabb része a magyar sportegyesületeknek a közepes és kis egyesületek. Községekben, falvakban, kisvárosokban, ahol a gazdasági élet szereplői, helyi vállalkozók,
vagy éppenséggel az önkormányzatok sokkal szűkösebb anyagerőforrással rendelkeznek, sokkal szűkösebbek éppen ezért a kistelepülési, kis és közepes egyesületeknek a működési forrásai. Ezen változtatna ez a program, hogy az egyesületi szféra ezen szereplői, a legtöbb sportegyesület is ennek a nagy léptékű sportfejlesztési programnak a kedvezményezettje legyen, lehessen. Nincs a világon olyan sportrendszer, ahol a sportolni szándékozó gyermek, fiatal vagy felnőtt és a sportolás között a terepe magának a sporttevékenységnek az egyesület lenne. Persze a magam örömére végzett kocogás, vagy a barátommal évtized óta folytatott teniszpartik nagyon fontosak. De a szervezett sport terepei, főleg a fiatalok esetében, a sportolás igazi helyszíne az az egyesületi világ. És ez úgy helyes, hogyha Magyarország egy olyan ország lesz, ahol nem csak a fővárosban, nagyvárosban, középvárosban, hanem sok ezer kis településen is tisztességes körülmények között működő egyesületek tudnak sportolási lehetőséget biztosítani az ott élő, elsősorban fiataloknak, gyerekeknek, vagy sportolni vágyó felnőtteknek. A sajtótájékoztató után megtartották a SOSZ elnökségi ülését, amelyen Cerpán Istvánt, a Pécsi Sportegyesület elnökét választották meg a szervezet alelnökévé. A 2004-2003-2005-ben született fiataloknak tartottak régiós felmérést. A megmérettetésnek a dunaújvárosi Fabó Éva sportuszoda adott otthont. Az új szezonban ez volt az első alkalom, hogy felmérték a közép-dunántúli régióban versenyző úszókat. Valamennyi régióban vannak felmérők, havi felmérők, illetve vannak összrégiós versenyek, ahol a gyerekeket látjuk, ahol a gyerekeket fel tudjuk mérni, a hajlékonyságukat, a teljesítményüket 200 vegyesen és 50 méteres számokban, bizonyos időszakban, hosszabb távon is fel tudjuk őket mérni az állóképességük szerint. Emellett van egy kiváló testzsír százalékmérő készülék valamennyi régióban, ahol nyomon tudjuk követni a gyerekeknek ez irányú fejlődését is. Tehát a lényege tulajdonképpen egy monitoring, ami alapján a jövőben döntéseket tudunk majd hozni, hogy melyik gyereket milyen irányba kívánjuk terelgetni. És a legfontosabb persze az, hogy egyetlen egy tehetség se vesszen el az úszósport számára. Az eddigi tapasztalatok mit mutatnak, hogyan válik be ez a program? Itt már beszéltünk korábban eredményekről. Az úszás az ugye egy nagyon kemény sport. Milyen a lemorzsolódás, illetve hogyan lehet itt tényleg jó és még jobb között különbséget tenni? Hát a jó és még jobb között elég egyértelmű a különbség, hiszen hiába úszik valaki fantasztikusan, akár Magyarországon beszélhetünk Bicó Bencéről, aki világrangista top 10-es 200 pillangóra képes, mégsem volt ott az olimpián, mert ott volt Cselászló és Kendersi Tamás, és már a többi fiatal is kopogtat az ajtón, tehát Magyarországon is nagyon kemény ez a sport, nemzetközi szinten még keményebb, hiszen valamennyi kontinens ad olimpiai érmest, olimpiai bajnokot, tehát ez a sportág, az úszás, ez mindenhol jelen van. A különbséget azt az eredményező megmondja, az időmérő megmondja. Nekünk utánpótlás szakembereknek az a feladatunk, hogy felismerjük azt a finom mozgású, könnyű fajsúlyú, tehetséges, nagy monotónia tűrésű versenyzőt, aki a jövőben esetleg hosszú távon is meg tudja állni a helyét, hogy kiszűrjük az akcelerált gyerekeket, és inkább a tényleges tehetségekre koncentráljunk. Mit mutatnak egyébként a számok? Az úszás mennyire népszerű sport ma Magyarországon? Nyilván ez hozzájárulhatott a most véget ért Riói olimpia is. Hát hogyan, az úszás az rendkívül népszerű sport, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Már csak azért is, mert egy olyan funkcióval bír, ami semmi más sportágról nem mondható el. Ez egy életmentő tulajdonság, hiszen ha nem tudsz úszni, akkor a vízben életveszélybe kerülsz. Minden szülő meg akarja tanítani a gyerekét úszni, és ezt mi meg is próbáljuk kihasználni. És örömmel látom itt Dunaújvárosban is, ahogy már az elmúlt 30 évben folyamatosan kerülnek elő újabb tehetségek, nagyon jól dolgoznak a helyi kollégák, Benevera, Kovács József, Berzánovics Éva vezetésével, egy olyan nagy hagyományú klub tudott itt fennmaradni, amit mindenben segíteni kell, mind helyi, mind országos szinten, mert tényleg ez a munka, amit ők végeznek, ez elképesztő minőségű. A felmérésen régiónként 10-2003-as, 10-2004-es és 10-2005-ös születésű kap helyet a programban. 5 fiú és 5 lány, azaz 30 fő. A közép-dunántúli régió központja Dunaújváros. Mátyás Gábor, a Dunaferese ügyvezető elnöke kiemelte,
Ez nagy elismerés a városban működő szakmai munkának. Mi abban a kiváltságos helyzetbe kerültünk a kiváló szakmai munkának köszönhetően, hogy régióközpont vagyunk, a régióközpont vezetője Bene Vera, és ezért ez a program is itt bonyolódik Dunaújvárosban, az uszodában, hogy ez egy kiválasztás, ez egy felmérés, ami azt a célt hivatott szolgálni, hogy az elkövetkezendő évek világversenyeire, később az olimpiákra válassza ki azokat a gyerekeket, sportolókat, akik majd alkalmasak lehetnek arra, hogy képviseljék a hazánkat. Hát ahogy az elmúlt években is voltak Dunaferes sportolók világversenyeken, felnőtt szinten is, olimpián is, én nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban is lesznek hasonló sikereink, annál is inkább, hiszen jönnek már a kiváló ifjúsági és junior eredmények, úgyhogy valószínűleg az elkövetkezendő években is láthatunk komoly versenyen dunaújvárosi sportolót. Hol lehet elhelyezni a Dunafert a Magyarországnak az úszótérképén? Nyilván a főváros az egy megkerülhetetlen sarokpontja gyakorlatilag az úszósportnak, és szinte minden másik sportágnak is. A vidéki egyesületek közt, ugye azt tudjuk, hogy régiós központ a Dunafer, mégis hol lehet tényleg ezen a térképen elhelyezni? Ugye ez egy olyan sportág, amihez komoly létesítményekre van szükség. Hát Dunaújvárosban ez adott, és tudomásom szerint a jövőben tervezik ennek a létesítménynek a nagyon komoly felújítását, ami nagyon örvendetes, hiszen ma komoly versenyeket, illetve komoly felkészülés csak nagyon szuper arra alkalmas létesítményekben lehet eszközölni. Hát az úszósportban a Dunaújvárosnak a helye az évek óta a 10-11-12. Hely között vagyunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az országban több mint 100 úszóegyesület van és sportklub, akik ezzel a sportággal foglalkoznak. Azt gondolom, hogy az első 10-12-ben lenni az egy nagyon jó eredmény. A jövő bajnokai programot csaknem 3 éve indította a Magyar Úszó Szövetség. A cél, hogy a következő világversenyek potenciális éremesélyeseit neveljék ki. Ezért az országot 8 régióra osztották fel. Mindegyik körzet 30 fős válogatottat állít ki, amelyek versenyzői a havi felmérők mellett negyedévenkénti régiós viadalon, valamint 2 összrégiós megmérettetésen is összecsapnak. Bőr Zoltánt és családját köszönhetjük középen, fogadjuk nagy tapssal Bőrziéket! A Dunaújváros Pasa egykori játékosának, Bőr Zoltánnak búcsúztatásával kezdődött a Dunaújváros Pécs MB3-as labdarúgó bajnoki mérkőzés. A találkozó első fél órájában felváltva voltak egymásra veszélyesek a csapatok, gól azonban egészen a 42. percig nem született. Ekkor egy hazai sarokrúgás után a pécsiek védője szerencsétlenül ért a labdába, ami így a hálóba került. Na, akkor jöjjön a második játékrész. A fordulás után a vendégek mindent megtettek az egyenlítésért, támadásaik befejezésébe azonban rendre hiba csúszott. A pécsiek gondjait tovább tetézte, hogy a hazaiak egy kontra végén ismét betaláltak, 2 gólosra növelve ezzel előnyüket. Ez nem csak a vendégek játékosait, de a szurkolókat is feltüzelte. A pécsi drukkerek berohantak a pályára, ezért megállt a játék. Az incidens a dunaújvárosiakat zavarta meg jobban, nem sokkal később ugyanis szépítettek a vendégek. A 77. percben aztán végleg eldöntötte a mérkőzést a D-Pase. Egy kontratámadás végén Dobos Áron talált be, ezzel kialakult a 3-1-es végeredmény. Én úgy gondolom, hogy nyilván nekünk is nagyon sokat kell fejlődni, ezt tudtuk is, a mi csapatunk az Megye 1-ből jött, tavaly még IFI-be játszottak is Megye 1-be, tehát ez egy más osztály, a keretnek a nagy része, ezért is céloztam azt, ettől függetlenül, hogyha az ellenfelet olyan helyzet elé állítjuk, ami mondjuk az 5. percben történt, akkor úgy gondolom, hogy megvannak erre a szabályok, amit fújni kéne, mert ez nem ajándék, hanem ez egy valamilyen szinten kidolgozott, kiharcolt dolog, és ez nagyban befolyásolja a mérkőzésnek a végkimenetelét. Ettől még nyilvánvalóan akkor is kikaphattunk volna, vagy nyerhettünk volna 6-0-ra, de hát azért a nagy számok törvény alapján, meg a futball törvény alapján azért közel 90 perc ember hátrányban játszani, az azért azt szokta mutatni, hogy nem biztos, hogy az a csapat
hozza. Dobos Barna a hazaiak vezetőedzője szerint a hatékony kontráknak és a türelmes játéknak köszönhető a megszerzett 3 pont. Nagyon fontosnak tartom, hogy most pedig meg tudtuk nyerni. Úgy éreztem, hogy az első fél időben kértem is a csapatot, hogy türelmes legyen, nyugodtan játszunk, várjuk meg az alkalmat, ugye 90 percig tart egy mérkőzés, hát a mai mérkőzés azért kicsit tovább tartott más okból, és hát a második fél időben már azt mondom, hogy nagyon jól játszottunk, és nagyon szépen ültek a kontráink is, és hát nagyon szép gólokat rúgtunk, úgyhogy minden dicséretet megérdemel a csapat, és hát remélem, hogy ezen az úton tudunk tovább menni. Győzelmének köszönhetően a Pase továbbra is a második a tabellán. A dunaújvárosiak a következő fordulóban a Dabas együtteséhez látogatnak. Havasi elé próbálja tenni a labdát, Vaszócsik. Ennyi volt mára a kispad. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!